Mi egy 2005-ös pályázatot nyertünk meg először, ezt a pályázatot így szakmailag a Révnyolc ZRT állította össze és írta meg, és a Józsefvárosi Önkormányzat volt a pályázó, aki elnyerte akkor ezt a fővárosi kiírású rehabilitációs, szociális rehabilitációs pályázatot. 2005-től zajlott ennek a fővárosi projektnek a megvalósítási időszaka, és több, tehát ugye ez egy ilyen több lábon álló projekt volt, integrált projekt volt, épületfelújítások, közterületfelújítás része. Az épületfelújításnál nagyon fontos volt, hogy ne a eddig megszokott ilyen 8. kerületi modell, hogy megy a JVK és felújítja a házat, hanem hogy a lakókkal megbeszélve a problémákat, így nyilvánosan kezelve a számokat, a budgetet, közös döntéseket hozni, hogy mi élvez prioritás, hogy a nyílászáró csere a fontosabb, vagy a homlokzat, hogyha a kettőre nincs pénz együtt, stb. És ennek a programnak a részén került részeként került kialakításra maga a Kesztyűgyár közösségi ház, ami akkor egy ilyen kettő lakásos és egy ilyen hátsó, nagyon szakadt üzemépülettel rendelkező ilyen önkormányzati tulajdonú épület volt. És akkor két lakót ezt az önkormányzat így a Révnyolc közreműködésével kiköltöztetett, és az összes többit is felújított ebből a fővárosi támogatású projektpénzből. Ez nem a tisztán egy közösségi ház, hanem egy ilyen vegyes funkciói épület, közösségi ház és szociál rehabilitációs irodák. Ez máig így érvényes, és így kicsit így igazából a magát a funkcionálisan az épületet egy kicsit nehezen használhatóvá teszi így a mindennapokban, tehát így nagyon ilyen, nincsenek ilyen élesen elhatárolva, kicsit így egybe folynak a funkciók, de ez ugyanakkor meg egy nagyon izgalmas környezet is így dolgozni igazából, tehát így nagyon az ember a bőrén érzi a dolgokat. 2008 nyarán nyílt meg maga az épület, akkor nagyjából vége is volt ennek a fővárosi finanszírozású projektnek, és viszont 2008 nyarára már tudtuk, hogy az előző évben beadott EU-s pályázatot is sikerült megnyerni az önkormányzatnak. Ez volt a Magdolna negyed program 2 nevezető, ebből 2008 évvégétől 2010 évvégéig, tehát 2 éven keresztül volt finanszírozása sok egyéb programnak, és mellette a közösségi háznak. Igazából abban az időszakban, amikor a közösségi ház itt megnyílt 2008 koraösszén, akkortól így alakult ki az, hogy mit is biztosítson itt a helyieknek. Tulajdonképpen ez így mára így az alakult ki, hogy leginkább a fiatalokat tudjuk sikeresen megszólítani ilyen szabadidős kulturális programokkal, és őket viszont úgy, hogy ilyen állandó nyitva tartással minden hétköznap 2-től 6-ig fixen mindig nyitva vagyunk, és különböző jellegű programokat biztosítunk, amiről majd az itt szerintem biztos részletesebben is fog. A másik fontos része ennek a programnak délelőtt inkább ilyen óvodákat sikerült megszólítanunk, tehát helyi óvodák, akik olyan nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, mozgásfejlesztő, meg ilyen típusú foglalkozásokat mi tudtunk nekik tartani a EU-s költségek terhére, vagy EU-s finanszírozásból, akkor babamama programjaink vannak, környéken élő kismamáknak. Eleinte volt ilyen fizetős, olyan értelemben, tehát minden programunk ingyenes, ez nagyon fontos, de fizetett foglalkozásvezetőnk volt. Utána, amikor így az EU-s pénz már így fogyott, már kialakult az, hogy ez önkéntes alapon is az anyukák össze tudnak járni, ugyanazokról a témákról eszmét cserélnek. Most van pont egy amerikai önkéntesünk is, aki ilyen amerikai, ilyen éneklős, angolul éneklős foglalkozásokat tart. És a másik nagyon fontos pillére a háznak is programja, amivel a felnőtteket így jobban el sikerült érnünk, őket így a kulturális programokon keresztül inkább így a rendezvények szintjén, igen, de ez a napi rendszeres bejáros. Volt pár próbálkozásunk így a nőknek ilyen kézműves szakkor, nem voltak annyira sikeresek igazából. Ami viszont nagyon-nagyon működik, és nagyon nagy igény van rá, az álláskereséshez köthető programok. Heti 2-3 órában minden héten van álláskereső klubunk, ahol
alapból mindig 4 szociális munkás segíti az álláskeresést, önéletrajzírással, egyáltalán közös hirdetéskereséssel, a neten, a Express újságban, telefont biztosítunk ehhez, amin keresztül lehet a hívásokat bonyolítani, ha kell, akkor e-maileket küldünk, vagy e-mail címeket kreálunk ehhez. Akkor még pluszban ezen kívül van heti 8 órában ilyen felnőttek részére nyitva tartott internetezési lehetőségünk. Ott is ilyen szociális asszisztencia párosul amellé, hogy vannak a gépek. Most pont itt a gyerekeknek van ilyen internetes foglalkozás. Egy-két ilyen rendezvényünk van, és amiben a napklubban dolgoztunk együtt a szomszédsági programban, az egy ilyen szomszédságfejlesztő, ilyen helyi civil társadalmat megerősítő program volt. Igazából körülbelül egy éven keresztül a napklub ilyen heti-két heti rendszerességgel találkozott helyi aktív civilekkel, részben a magánszemélyekkel, részben civil szervezetek munkatársaival, és próbálták itt a helyi civil társadalmat így megerősíteni, és egy ilyen önértékérvényesítő csoportot kialakítani. Ennek eredményeképpen júniusban azt hiszem megszületett ez a Magdolna negyed szomszédsági tanács. Egyelőre kis számú, de nagyon aktív és elkötelezett résztvevővel, és én mindig örülök, amikor látom, hogy ez az elköteleződés és ez az energia, ez abszolút nem akar lankadni, tehát nem nagyon nagy számú a helyi civil társadalom, aki tényleg tenni akar itt a helyi dolgokért, de hogy nagyon-nagyon elképzeléseik is vannak, és aktívak is. Minden esetre mi mindig minden fórumon elmondjuk, hogy itt az eredményeket, az 10 év, az még egy kicsi szám szerintem, tehát itt eredményeket ilyen 10-20 években lehet valamit várni. Ennek a programnak a részeként még a fővárosi első, tehát a 2005-2008-ban volt a parknak a megújítása igazából. Volt egy csomó olyan fórum, ami arról szólt, hogy nézzen ki a park, mit tudjon, és hajléktalanokkal megosztani a térhasználatot, mert ugye azért azt tudni kell, hogy a Dankó utcán végig ott itt vannak a fővárosi hajléktalan ellátásnak egy nagyon nagy számban ide sűrűsödnek az intézményei. Figyeltétek, nincs teljesen lekerítve a teljes tér, hanem pont a Dankó utca felé első részen egy ilyen nagyobb terület az üresen van hagyva. Ez egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen jelzésértékű dolog, hogy akkor a bekerített részen gyerekek játszanak, a nem bekerített részen meg szintén ott vannak padok, minden ugyanolyan szép, azt viszont tudják a hajléktalanok használni, mert kiszorítani nem lehet őket, nyilván egy ilyen területen ez így nem működik. Itt volt a Magdolna negyed programhoz kapcsolódóan egy szomszédsági rendőr programunk. Azt tudjuk, hogy a rendőrség nagyon nyitott rá, hogy egyrészt érezték értelmét, ami egy nagyon pozitív visszajelzés nekünk. Sajnos azt nem sikerült elérnünk, hogy 24 órás szolgálat legyen, ez egy 12 órás szolgálat volt. A kezdeti ötletek, amik ilyen nyugat-európai, meg főleg brit példákból táplálkoztak, hogy mit kéne, az arról szólt, hogy ők szociális munkások legyenek, de hogy egy speciális típusa a szociális munkásnak, és ezt nem sikerült átvinni, vagy utána volt olyan elképzelés részünkről, ezek a szomszédsági rendőrök csak ide legyenek beosztva, és akkor ugyanaz a 4 arc járőrözzön folyamatosan, ez se sikerült elérnünk. Ez egy gyalogos, állandó jelenlétet jelent. Benéz a házajok, nem csak akkor megy, ha hívják ki, hogy baj van, hanem folyamatosan járőrözik, bemegy a kapuajokba. Mi úgy éreztük, hogy van értelme a dolognak, és maguk a ilyen lakossági visszajelzések is pozitívak voltak. Egy dolog volt, hogy járőrözik napi 12 órát, de egy másik dolog az volt, hogy itt a úgynevezett emeleti oktató nevű termünkben körülbelül havi, két havi rendszerességgel mindenféle ilyen előadásokat, oktatófilmeket hallgattak, ilyen workshopokon vettek részt, és próbáltak egy olyan szemléletet meghonosítani, ami még nem általános a mai magyar rendőrségnek, de amire volt egyfajta nyitottság, tehát itt igazából a kerületi rendőrfőkapitány nyitott volt erre a programra, és küldte azokat az embereket, akiben érezte a potenciált arra, hogy úgy menjen ki itt a 8. kerület legrosszabb utcáiba, hogy ez a segíteni próbálás típusú szándéka, de az
azért mégis egy ilyen hivatalos közeg fellépése. Tavaly civil pályázatok keretében próbáltunk olyan partnereket keresni, akik itt a házban programokat valósítottak meg, és akkor volt jó pár olyan civil partnerünk, aki családi napokat, gyermekszínházi előadásokat, vagy ilyen kézműves workshopokat hétvégi alkalmakra szerveztettünk vele. Most az a számú munkatárs, akiket itt megfinanszíroz nekünk az önkormányzat a 2011-es évre, azzal a számú munkatárssal külső megbízottakra szánható jelentősebb összeg nélkül. Én azt hiszem, hogy mi havi egynél többször nem leszünk nyitva a hétvégén, és azt az egy elad körülbelül azt kell érteni, hogy egy mondjuk szombati délután 2-től 6-ig, mert az egy ilyen kialakult időpont. Pénzkérdés a hétvége. Pénzkérdés, biztonsági őr, rezsi, ha nyilván fűtési szezonban kielezetten, és fizetés, hogy ki jön be. Akik így a közösségi házhoz tartozunk, 7 ember dolgozik, és van egy ügyvezető igazgatónk. Akik programokon vesznek részt, az 50.